Túl vagyunk egy járványon, újraindulnak a rendelők, már aki nem dolgozott a járvány alatt, és azt szokták mondani, hogy az özönvíz után elindulhat újra az építkezés, hiszen sima a talaj. De vajon mit kell tenni a rendelőknek, akik szeretnének valóban nagy lendületet venni? Mi az, amit be kell vezetniük, mi az, amit érdemes végig gondolni pénzügyileg, praxis management szempontból, vagy marketing szempontból? Kiváló beszélgető társaim vannak, akik megosztják a saját tapasztalatukat, tehát ilyen módon gyakorlati ismeretekre tehetnek most szert. Rusz Gergely, a Grojo Practice tulajdonos, és Korpa Jarika, a praxis menedzser fogja megosztani a gondolatait. Azonnal kezdünk, egy perc múlva, ne menjenek sehová! A műsor támogatója az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője, az Alpha Implant Kft. COVID-19 járvány mindenki életében jelentős változásokat hozott. Vajon a rendelőknek az életében hogyan változott a világ? Kell-e újraindulni, és hogyha igen, akkor ehhez milyen eszközöket érdemes alkalmazni? Praxis management, marketing, egyszerűen minden olyan, ami ahhoz kell, hogy a rendelők sikeresebbek lehessenek. Két beszélgető társam van ezúttal, Korpai Erika, praxis menedzser, és Rusz Gergely, a Grojo Practice tulajdonosa. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, tegeződésben maradhatunk, ugye? Nincs ezzel gond. Igen, igen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hát akkor rögtön csapjunk is a lova közé, mert azt gondolom, hogy ez egy nagy kérdés, hogy vajon a rendelőknek tényleg újra kell-e indulni, vagy milyen, hány százaléka a rendelőknek kell, hogy gyakorlatilag teljesen előről kezdje a gondolkodást abban, hogy mit is kezdjen magával az elkövetkező időszakban. Mint praxis menedzser, Erika, neked mi a tapasztalatod? Kell újraindulni? Tehát valid ez az állítás, hogy újraindulunk? Igen, ezt köszöntök mindenkit, és benneteket is nyilván. Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen egy újraindulásról beszélhetünk, és nagyon jó volt itt a felvezetésben, amit mondtál, hogy tényleg hány százalékát érinti, a rendelőknek hány százalékát érinti most ez a járványhelyzet. Én azt gondolom, hogy 100%-át, csak nyilván mindenkit más-más mértékben és aspektusból. Számomra nagyon meglepő volt most az újraindulásnál, hogy tényleg a leállás az egyik pillanatról a másikra ment. Egyszerűen azt mondták, hogy kész, bezár a bazár, és mindenkinek abba kellett hagyni a működését, és kellett ugye egy kis idő, amíg mindenki átgondolta, hogy hogy és milyen formában, de azért próbál működgetni. Az újraindulás most azt gondolom, hogy egy nagyon komoly feladat elé állítja az embereket, több okból kifolyólag, itt csak nagyon egyszerűen sokan elengedték ugye a munkaerő egy részét, tehát eleve nem állnak készen személyi erőforrás tekintetében. Másrészt pedig ezt majd a későbbiek folyamán beszélgethetjük, hogy anyagilag mennyire voltak felkészülve a rendelők erre az egész helyzetre, és mennyire tudják most anyagilag megoldani ezt az újraindulást. Én azt gondolom, hogy tényleg mindenkinél újraindulásról beszélhetünk, és főleg a kisebb rendelők ezt eléggé megsindik, ezt a jelenlegi helyzetet. Gergő, nektek külföldön van jelentős marketing tevékenységetek, tehát külföldre szolgáltattok nagyon sokat. Neked mi a tapasztalatod? Volt itt nem olyan régen egy beszélgetés, ahol 14 fogorvos 12 országból mesélt el, hogy az ő országában éppen mi a helyzet, és ott hogyan kezelték a járványt. Neked mi a tapasztalatod külföldön is hasonlóan? Előről kell kezdeni sok szempontból a gondolkodást? Igen, abszolút. Tehát én soha nem gondoltam volna, hogy ha valaki egészségügyi marketinggel foglalkozik, akkor érintheti őt bármi rosszul, de egy ilyen hullámban nekünk is nagyon sok ügyfelünk abbahagyta a munkát. Nyilván először itthon zártak be, utána egy hónapra rá Amerikába bezártak ügyfelek, utána Ausztráliába bezártak ügyfelek, és igazából mindenki ugyanúgy közelítette meg, mindenkinek nagyon hasonló intézkedéseket kellett nyilván betartania. Van, ahol még szigorúbbakat is, mint itthon,
és abszolút azt láttuk most marketing szempontból és minden egyéb logisztikai tevékenységet félretéve, hogy amire nagyon sokan rádöbbentek, hogy a meglévő paciens állományukkal nagyon kevesen tartottak eddig aktív kapcsolatot. Ugye most jelenleg sokkal nehezebb megszerezni egy új pacienst, mint mondjuk az 5000 paciensből, aki benn van a rendszerben, őket újra aktivizálni. Úgyhogy mi ezt látjuk jelenleg a legnagyobb kihívásnak, hogy a rendelők tényleg újra megtalálják és meg tudják szólítani a már meglévő pacienseket. Na akkor el is érkeztünk a talán legfontosabb kérdéshez, hogy mik a lépések? Tehát újraindulunk, mi az alap, a ground zero, ahonnan mindenkinek el kell indulnia, és akkor mik azok a lépések, amiket meg kell tenni? Erika? Minden betűjével, még a levegővétellel is egyetértek Gergővel. Én 15 éve foglalkozom alapvetően bizonyos szintig sales-szel, tehát hogy ez sem szólna másról, mint sales és ügyfélmegtartásról, és nem győzöm szajkózni egyébként a rendelőknek. Most már az informatikai rendszerek is lehetővé teszik tök jól, hogy pácienseikkel kapcsolatot tartsanak, és hogy ezeket a lehetőséget mennyire nem használják ki. Én őszintén mondom, hogy most nagyon-nagyon remélem, hogy így a megvilágosodás útjára lépünk, ugye? Tehát az, hogy a meglévő pácienseket évente figyelmeztessük arra, hogy kontrollra jöjjenek, az, hogy hírleveleket küldjünk ki nekik az új technikákról, új dolgokról, meglévő kezelési, folyamatban lévő kezelésével kapcsolatban, ez nem kerülne semmibe, hogyha valaki egy jó programot és rendszert használ, és nem csináltak. És igen, tökéletesen igaza van a Gergőnek, azt gondolom, hogy a rendelők, ha most valamiből, akkor a meglévő páciensekből építkezhetnének a leggyorsabban, és tehetnének szert egyébként bevételre, mert valljuk be, hogy nincs olyan rendelő, ahol ne állnának garmadába a megvalósítatlan pácienskezelések, ugye mindenki túlvállalta magát, és sokkal több pácienst is bevállalt, mint amit el tudott volna látni. Ezeket a pácienseket most elő kellett volna venni egyébként menet közben, és a karantén alatt is azt gondolom, hogy például nagyon sokan megtehették volna azt, hogy bevételre tegyenek szert, hogy mondjuk a kezelési terv, tehát a konzultációk lementek volna, amiből nyilván nem egy óriási összeget szed össze, de eljutottak volna a páciensre egy bizonyos szakaszáig, illetve elindulhatott volna a kezelés most azonnyomban, amikor az újranyitás indult. Ezt nagyon kevesen tették meg, úgyhogy ebben is egy újragondolkodás és újratervezés kell, azt hiszem, mindenkinek. Igen, én még itt annyit kiegészítenék, ami tök érdekes volt, leginkább külföldön láttuk, de ugye amikor bezártak a fogászatok, ugye nagyon sokan tényleg leálltak mindenféle kommunikációval, nyilván az értelemszerűen mondjuk a hirdetések leálltak, a direkt marketing úgymond, de azt vettük észre most az újranyitásnál, hogy azok voltak a nagy nyertesek, akik ebben a 3-4 hónapos időszakban folyamatosan megtartották a kommunikációt az online felületeken, edukálták a pácienseket, és ezt a lokális ilyen autoritás személyiséget úgymond kialakították, még jobban meg tudták erősíteni, illetve amit Erika is mondott, hogy főleg ez is inkább külföldön jellemző, de nagyon sokan például egy ilyen auditáltak marketing szempontból a praxisban, és például eddig rengeteg helyen, ahol mondjuk nem használtak semmilyen ilyen online orvoslási folyamatot, eszközt, ott azokat elkezdték bevezetni, az első körös konzultáció, kezelési terv, ezeket mind megpróbálták, tök jó szoftverek vannak rá, havi pár 10 000 forintért, úgyhogy ezt még itt hagynám, hogy ezt nagyon sokan megtették, és ők most tényleg nyertesek ebben a szituációban. Tehát akkor a meglévő pácienseknek a megszólítás, ez az első legfontosabb feladat, és nyilván ehhez akkor lehet használni számtalan szoftvert. Nem olyan régen az EST miatt volt szoftveres beszélgetésünk, és ott is elhangzott, hogy most már tulajdonképpen nagyon sok szoftver közül lehet választani, hogy tessék választani egy ilyen szoftvert, akkor ez a meglévő páciensekről szól. Nézzük az új pácienseket, mert ugye egy kétféle logikát is hallottam már ezekben a beszélgetésekben. Az egyik azt mondja, az egyik fogorvos, hogy nála valószínűleg hegyekben fognak állni a páciensek az újrainduláskor, tehát ő abszolút nem akar marketingelni, mert biztos, hogy rengeteg dolga lesz, sőt, aztán a Tóga doktor mondta, ugye ő határmentén dolgozik, hogy ő hozzá biztos, hogy nagyon sokan fognak jönni akár magasabb szintű szolgáltatásért is, hiszen most nem kötötték el nyaralásra a pénzüket. Tehát az egyik logika, amit hallok.
A másik pedig, hogy óriási baj van, mert az embereknek nincs pénz a zsebében, mert hogy a járvány miatt nem tudtak pénzt keresni, és valószínűleg kevesebbet fognak költeni arra, hogy esztetikusabb legyen a megjelenésük. Vajon melyik lehet az igaz? Vagy mind a kettő igaz? És hogyha egyik igaz, vagy a másik igaz, akkor most, ha túl vagyunk a meglévő paciensek megszólításán, az új paciensekért mit lehet tenni, mit érdemes tenni? Gergő? Szerintem mindkét irányvonalban van igazság. Én mindig azt mondom, hogy szerencsére igazából, hogyha bármilyen ugye orvosi irányzatról beszélünk, meg az egészségről mindig lesz rá kereset, és arra mindig fognak költeni az emberek. Itt tényleg az a kérdés, hogy új pácienseket milyen módon lehet megszólítani. Itt, amit látok például a tendenciát, akár itthon is, de külföldön is, hogy azért sok olyan orvos van, került bele abba a korosztályba, 70 pluszosok, akik már-már azért annyira nem praktizálnak, inkább csak elméleti szinten, és van egy jelentős páciens állományuk, és azért velük például foglalkozni kell, hogy kikhez lehet őket átadni, nagyon kötődtek ugye egy-egy személyhez, és azt láttuk, hogyha őket amúgy egy másik fogászati rendelő akár jól meg tudja szólítani, és itt is én 100%-ban annak vagyok a hívó, hogy folyton edukálni kell az embereket, tehát mi ilyen direkt marketinget, nagyon nagy árakciókkal, főleg ebben az időszakban, hát az olyan pácienseket fog bevonzani, nyilván van olyan rendelő, aki erre áll rá, de mindenképpen ezt mondanám, hogy edukálással abszolút lehet új pácienseket szerezni. Én annyival egészíteném ki, és egyetértek én is, amit a Gergő mondott azzal, hogy én itt az új páciensek, illetve most az egész újraindulás kapcsán így élesen ketté bontanám a rendelőket. Ugye Magyarország a fogászati turizmus tekintetében azért elég jelentős szerepet képvisel így európai, meg szerintem világszinten. Azok a rendelők, akik külföldi pácienseket látnak el, az én tapasztalatom most az, hogy talán egy picit könnyebb az életük, mert nyilván a külföldi pácienseknek jó része, aki ide jön, az mondjuk ezekre a nagyértékű kezeléseket hajtanak itt végre többnyire. Az összeget ugye nem az elmúlt két hónapban gyűjtötték össze, hanem mondjuk évek alatt, eleve egy idősebb korosztály jön, tehát mondhatni azt, hogy 50-60 pluszosok jönnek javarészt, és nem pedig fiatalok, tehát nekik ez a pénz, ez valószínűleg rendelkezésükre áll. Én azt gondolom, hogy ez most ott nem olvadt el azért olyan pillanatok alatt, hogy ezeket a kezeléseket ne folytatnák. Én azt tapasztalom most jelen pillanatban is egy rendelőben, ahol külföldi pácienseket fogadunk, hogy nagyon gyorsan szeretnének minél hamarabb jönni, az elmúlt két és fél hónapot szeretnék behozni, és szerintem alapvetően, hogyha az utazás tekintetében feloldódik minden ilyen karantén és hasonlók, akkor szerintem ők nagyon gyorsan itt lesznek. Hát most már Schengenen belül lehet utazni, azt hiszem, ugye most jelentették be, hogy Schengenen belül már lehet mozogni. Igen, felmentést kell kérni, ugye itt az orvosoknak is van vele gondjuk, szegényeknek, akik járnak ki külföldre konzultálni, mert felmentést kell kérni még a hazatérés utáni két hét karantén alól, de tudtommal talán jövő héttől ez is megszűnik, úgyhogy mi most azt csináljuk, hogy mind a pácienseknek, mind a beérkező pácienseknek, mind pedig a hazaérkező konzultáló orvosoknak engedélyt kell kérnünk a felmentés alól. Tehát egy kicsit több a papírmunka adminisztráció, de egyébként megindult az élet. Na most az itthoni, azok a rendelők, akik itthoni magyar pácienseket látnak el, és javarészt erre építkeznek, ott azt gondolom, hogy most először, igen, most egy óriási dömping van egyébként szerintem mindenhol, mert a felhalmozódott, félbemaradt, vagy akut jellegű problémákkal ugye mindenki most próbálja megkeresni a fogászokat, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezek nem egy nagyértékű kezeléseknek a kezdeti lépései, hanem próbálják azt az egy-két tömést, ami még elmaradt, befejezni, vagy egy gyökérkezelést, vagy hasonlók, de most valószínűleg a belföldi páciéntúra a nagy értékű kezelésének jó részét elhalasztja, pláne mivel a csapból is az folyik, hogy ősszel ugye itt a következő kör valószínűleg a járvány tekintetében, amit most senki nem tud még megmondani, hogy biztos-e vagy sem, de azt gondolom, hogy az emberek kicsit óvatosabbak most ezeknek a kezeléseknek és beavatkozásoknak a kapcsán.
Minden válsághelyzet, és egyébként egy 2008-as válságot azért végignéztünk már, legalábbis végignéztem abban az időszakban, hozza ezeket a klasszikus reakciókat, hogy megyünk lefele az árral, kuponakciók vannak, még olcsóbban, még többféle szolgáltatást adnak, vannak rendelők, amik kifejezetten ezért indulnak, hogy kifejezetten alacsony áron szolgáltassanak. Most is ez fog következni? Vagy adjunk tanácsot a rendelőknek? Érdemes ezekkel az eszközökkel, kifejezetten árakciókkal menni, vagy sem? Illetve ha nem, akkor mit érdemes helyette csinálni? Ha meg érdemes árakcióval menni, akkor milyennel érdemes menni? Gergőnek passzolom először a labdát. Igen, én itt visszacsatolnék arra, amit Erika mondott, hogy sokan a nagyértékű kezeléseket elhasztják. Pont emiatt én semmiképp nem ajánlanám az árakciózást. Nyilván azok a rendelők, akik eddig is árakcióztak, ott nem változott semmi, max még lejjebb mennek. De én mindig azt szoktuk javasolni az összes rendelőnél, hogy állítsanak fel egy ilyen kezelési értéklétre, és úgymond az alsó három kezelés, ami mind időben, energiabefektetésben és kezelési értékben is a legalacsonyabb, egy 5000 forintos konzultáció, 15000 forintos szájhigiéniás kezelés, ezek lehetnek olyan termékek szerintem, vagy szolgáltatások, ahol van létjogosultsága az árakciónak. Például, ami most nagyon jól megy szerintem, és azzal mindenki próbálkozhat, hogy, mit mondtam, tényleg egy sokkal nagyobb mértékű edukációra van szükség, és hogyha például egy ilyen elsőkörös konzultációt, az kicsit más formában önt az ember, és tényleg megmutatja azt, hogy mi a helyzet jelenleg a rendelőben, az óvintézkedéseket intézkedéseket belerakja, és ezt mondjuk ingyenessé teszi, ezzel behívja a páciens, beszélgetnek egyet, körbevezeti, ez még belefér a rendelőnek is, szerintem kommunikációban is rendben van, de utána már a nagyobb értékű kezelésekre én semmiképp nem adnék, főleg ezek miatt, hogy azért most szerintem minden pénzt meg kell fogni, ahol lehet. Erika? Én alapvetően szkeptikus vagyok ezekkel az akciós dolgokkal kapcsolatban, tehát legyen két pár cipővel kevesebb, de az legyen normális, én ennek a híve vagyok, és ezt azt a fogászati kezelések kapcsán. És én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen rendelő ilyen őrült akciózásba kezd bele, és mindent féláron ad, azzal egy olyan hitelvesztés, egy olyan brandvesztés indul el, legalábbis az én megítélésem szerint, ahová én biztos nem mennék el még egy fogtömést sem cseréltetni. A Gergő mondta, és én is ezt szoktam támogatni, tehát én kizárólag a beugró dolgokat szoktam javasolni akciós terméknek, idézőjelben terméknek, mert azzal bevonzom a pácienst, és utána már nyilván az orvoson, a felállított kezelési terv előadásán és maga az ottani rendelőn belüli hitelessége múlik, hogy ez a páciens ez jön-e majd a nagyobb értékű kezelést végigvinni. Tehát le lehet akciózni egy dentálhigiéniás kezelést, amin egyébként óriási profit van, azért valljuk be, tehát az egyik legjobb termék a fogászatok tekintetében. Abból lehet kedvezményt adni, annak érdekében, hogy a pácienseket bevonzuk. Én nem hiszek ezekben a kuponos dolgokban, tehát azt szerintem régen rossz, amikor egy rendelő ilyen kuponos akciók kapcsán akar pácienst megtartani. És egy mondat elejéig visszakanyarodnék az elején feltett kérdésre, ugye a páciens megtartás is hasonló. Én régebben teljesen más területen dolgoztam, és ott készítettünk rendszeresen ilyen kimutatásokat, hogy mennyi egy új páciens megszerzése és egy régi páciens megtartása költségében. Tehát belevettük a marketingtől kezdve minden költséget nyilván. Ugye ott már akkor az mutatkozott, mondom, ez más terület volt, két és félszeres árról beszélhetünk egy új páciens megszerzésének. Ezt a Gergő majd szerintem lehet, hogy jobban tud ilyen számokkal dobálozni, most csak ilyen példaként mondom a korábbról. Két és felszeres árba kerül egy új páciens megszerzése a régi megtartásához képest. Szerintem itt el is mondtunk mindent az akciók tekintetében, nem? Tehát... Igen. Én annyival még kiegészíteném, amit itthon szintén, de még külföldön is nagyon kevés fogászat csinál tudatosan. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy mennyit ér meg nekünk egy páciens, mennyit költsünk rá, mennyit hozzunk be, akkor mindig érdemes megnézni az élettartam értékét egy páciensnek. Ugye alapvetően, hogyha bevonzunk egy új pácienst, és legyen az bármilyen kommunikáció által, azon azért a fogászat nem keres olyan nagyon sokat, még hogyha nagy rajta a profit ráta, akkor se. Nyilván az a célunk, hogy visszajöjjön
velünk legyen 3 évet, visszajön az alatt 6-szor, és hogyha valaki ugye árakcióval eléri azt, hogy bejöjjön, akkor arra nyilván számítani kell, hogy 1 év múlva, hogyha visszajön 2-szer, akkor ha ennyire árérzékeny valaki, ahhoz hozzá lesz szokva, és vagy elveszti az adott fogászat, azt a pácienst, vagy elég nyűg lesz, hogy ott hirtelen majd 50 000 forintot kell kifizetni, amiért korábban egy 20-as fizetett. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, és abszolút, tehát mindig ez minden iparágban igaz, hogy sokkal drágább megszerezni egy új vevőt, vásárlót, mint a régit aktivizálni. Úgyhogy ezt mindenképpen csinálnám, vagy mindenképpen ezzel foglalkozzék, és azt is sok fogászat elfelejt, hogy egy ilyen páciens élettartam értéket amúgy lehet növelni, és azzal is azért sok extra bevétele szert lehet tenni, úgyhogy mindenképpen ez még fontos lenne itt hozzáadni. Akkor viszont felmerül bennem a kérdés, hogy van értelme most reklámra költeni? Tehát hagyományos értelembe véve hirdetni a Google-ban, a Facebookon, ilyen-olyan print felületeken, mert az edukáció és az EDM, azt értjük, az nem egy őrülten sok pénzbe kerülő marketing tevékenység, de érdemes akkor kifejezetten reklámra új páciensre költeni? Szerintem mindenképpen. Ugye nyilván, amikor fizikailag be volt zárva egy fogászat, akkor természetesen nem, de mi mindig azt szoktuk mondani, hogy akinek van rá kerete, az abban az időszakban, amikor tényleg egy ilyen nagy lenti görbében benne vagyunk, akkor mindenképpen érdemes hirdetni, hiszen nagyon sok versenytárs leáll a hirdetésekkel, mi is azt érzékeltük más ügyfeleknél is, hogy hát ötöd annyira csökkentek a költségek tényleg, akár egy kattintás, akár egy online bejelentkezés költsége, úgyhogy én mindenképpen hirdetnék, mert nagyon olcsó jelenleg még mindig hirdetni, azért sok fogászat nem állt vissza, meg hát hallottam én is sajnos olyan példákat, hogy ezt is nehezen gondoltam volna, hogy egy fogászati rendelő olyan helyzetbe jut, hogy nagyon a szakadék szélére került, és nyilván nekik most nincs pénzük, de itt is átgondolnám elsősorban azt, hogy említetted a printet, azért nagyon sok olyan felület van, ami szerintem nagyon drága, nagyon fölösleges, és rettentően nehezen lehet mérni a megtérülést. Én mindenképpen az online-t javasolnám, akár havi 40 000 forinttal is már lehet tök jó eredményeket elérni, úgyhogy aki megteheti, mindenképpen hirdetnék egyértelműen. Nagyon érdekes egyébként, amikor most itt teljesen tényleg fullra bezártak a rendelők, akkor volt, aki feltette ugyanezt a kérdést, hogy érdemes most jelen pillanatban hirdetni. Én akkor is azt mondtam, hogy igen, ennek két oka van. Szerintem az a rendelő, aki a másikra eltűnik egyébként a rendszerből, az megint egy ilyen nekem ilyen hitelvesztett dolognak tűnik. Nyilván megértem, amikor olyan helyzetbe kerülnek pénzügyileg, hogy mondjuk nincs el havonta 20-30-40 000 forintjuk, hogy költsenek, de ettől függetlenül én akkor is azt mondtam, hogy mindenképpen valamilyen szinten érdemes fönntartani a látszatot, hogy a rendelő az él és működik. És amit egyébként nagyon kevesen csinálnak, és ezt sajnos én külföldön sem tapasztalom olyan nagyon, hogy ez az alkalom, ez az időszak, ez tök jó lett volna arra, hogy ha nem is a szolgáltatásra vonatkozó hirdetések jelenjenek meg, hanem mondjuk egy image-építésre. Nem tudom, ezt a Gergő mennyire tudja, én azért nem a marketing a fő területem, de hogy egy image-építésre tök jó lett volna ez az időszak. Tehát szakmai cikkek megjelentetésére, ahol az orvos a saját szakmaiságát nyilván azzal erősíti, hogy olyan típusú cikkeket jelentett meg, amivel felhívja magára még jobban a figyelmet, bizalmat épít. Tehát szerintem ez egy tök jó időszak lett volna, és mindenki otthon volt, és ráért volna, hogy ezt csinálja. Sajnos ez nem jellemző. Én bízom benne, hogy idővel majd átállunk erre a metodikára, mert abban is biztos vagyok, hogy ez most nem az utolsó kör volt. Tehát azonnal folytatjuk Rusz Gergellyel és Korpai Erikával, ne menjenek sehová! A műsor támogatója az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője, az Alpha Implant Kft. Már is folytatjuk a beszélgetést Rusz Gergellyel, a Grojo Practice tulajdonosával és Korpai Erikával, praxis menedzserrel. Anélkül, hogy nagyon mélyen szakmailag belemennétek, meg nyilván, ha valamit jól csinálsz, akkor ad sok pénzért, van egy ilyen régi szabály, de kérlek, hogy adjatok most egy tanácsot azoknak, akik figyelnek minket, hogy mit érdemes akkor most csinálni. Tehát
értettem az edukáció üzenetét, értettem a szólítsuk meg a meglévő pácienseket, ez a két alapüzenet ez átment. De ha valaki új pácienseket szeretne szerezni, akkor mi az, amit viszont csináljon, hanem az árakciót? Tehát kérek szépen tőletek egy-egy jó tanácsot. Hát, Gergő? Egy-egyet nehéz adni, de amit én mindenképpen csinálnék, az abszolút az egyik jó tanács a kommunikációváltás, amit Erika is mondott, tehát én a direktből sokkal inkább átmennék egy edukálás, egy márkaépítés felé, de emellett nyilván nagyon fontos, hogy konvertálódjanak a paciensek, tehát úgy megfogalmazni a szöveget, hogy edukáljunk is, segítsük őket, de a legvégén csalogassuk be valamilyen konzultációra, jöjjön el hozzánk, és felületeit tekintve, amit jelenleg mindenkinek ajánlok, és akár még azt is mondom, hogyha van bárki olyan a csapatba, aki ért kicsit a marketinghez, akkor egy Google AdWords, meg Facebook hirdetés, ezt a kettőt mindenképpen használnám jelenleg. Erika? Én nem tudok sok újat hozzátenni, én is azt gondolom, hogy minden csatornán a kommunikációt indítanám meg minél hamarabb, és nekem ez veszőparipám, de amit az előbb mondtam, ez a szakmai jellegű image-építéses történetet én azért elkezdeném beépíteni mindenképpen, és nem mindig csak az villogjon, hogy 50% a dentálhigiéniai kezelés, mert azt gondolom, hogy azzal nem tűnik ki a rendelő, ugye, tehát... Tehát akkor meg tudom összefoglalni, tehát akkor tessenek tartalmat létrehozni, jó szakmai tartalmat, ami mutatja, hogy a rendelőben milyen szakmai tudás van fölhalmozva, és mi az, amit igénybe vehetnek a páciensek, ugye, jól mondom? Igen. Illetve próbáljuk meg az árakciókat most egy rövid ideig elfelejteni, legalábbis ne az árakcióra építsük fel a marketinget, viszont folyamatosan kommunikáljanak Google-on, Facebookon, mindenféle olyan online csatornán keresztül, ahol mérhetőek az eredményességi mutatók. Jól vettem akkor át a tanácsokat? Én még egy nagyon fontosat hozzátennék a szakmai tartalmakhoz, leginkább a fogorvosoknak címezve, hogy mindenki próbálja meg a páciens fejével gondolkozni, mert néha olvasunk olyan szakzsargont, amiből egy szót nem értek én sem. Tehát tudom, hogy mindenkinek nagyon fontos a saját szakterülete, de az akadémikus vonalat egy kicsit szerintem itt át kéne formálni egy személyesebb kommunikációba is, amellett nyilván legyen szakmai. Lenne még egy kérdésem, ez inkább ilyen filozófiai kérdés, mint nagyon mély szakmai vagy praxismenedzsmenti kérdés. A koronavírus folyik a csapból 3 hónapja. Tehát nem tudjuk nem Müller Ceciliával kezdeni lassan napokat, ugye tudjuk 11 órakor biztos, hogy bekopogtat hozzánk. A kérdés az, hogy azok a rendelők, akik most szeretnének kommunikálni, jó az, hogyha valamilyen módon reflektálnak a járványra, vagy most már ne reflektáljanak rá, most már engedjük el, és inkább foglalkozzunk a hétköznapokkal. Tehát érdemes belefogalmazni az ajánlatokba, a szakmai anyagokba, az edukációba, a járványt és ahhoz kapcsolódó eseményeket, vagy inkább ne. Erika? Én a személyes véleményemet tudom maximálisan csak ebben mondani. Én most már nagyon-nagyon kezdeném kihagyni. Tehát igen, Cecília jó barátunk, és már úgy érezzük, hogy szinte családtag. Én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy milyen egészségügyi előírásokkal lehet belépni egy rendelőbe. Nyilván erről egyébként tájékoztatva vannak a páciensek, amikor belépnek szóróanyaggal, kiragaszgatva, ott a kérdőív előttük, kitéve az öblögető, nem tudom, tehát hasonlók, mindenkin van legalább 3 szájmaszk, 4 kesztyű, 5 szkafander, tehát hogy be vagyunk költözve. Én szerintem ez most már kicsit sok, és már mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia. Én nem szoktam most már támogatni, hogy ezt különösebben beletegyük. Tényleg mi a mai napig odatoljuk az Aurelius páciensnek a kérdőívet, amit ki kell töltenie, amit egyébként valljuk be, most ezzel vagy enélkül egyébként szerintem nem vagyunk előrébb. Figyelembe véve a lappangási időnek a hosszát, tehát innentől kezdve szerintem ez teljesen felesleges ez is. Nem erőltetjük most már ezeket a kifejezéseket, próbáljuk elengedni. Egyébként azt gondolom, és azt látom, hogy az emberek is talán kezdenek egy kicsit lecsillapodni, lehiggadni. Én egyébként 3 hét után elengedtem az összes ilyen hírnek az olvasását, nézését, mert nem vagyok hipohonder, és nincs semmilyen problémám, de kezdtem bepörögni én is a történetbe, és akkor mondtam, hogy szerintem ez elég lesz. Úgyhogy nem kell tovább szítani ezt a feszültséget. Azok a páciensek, akik ezt ettől még mindig tartanak, félnek, azok egyébként sem jönnek el a rendelőbe, tehát ők nem jelentkeznek. Akik eljönnek egy rendelőbe, és egyébként valljuk be, hogy a fogászati rendelő az egyik
idézőjelben veszélyesebb hely ilyen szempontból, hiszen tényleg a fertőzés veszélye itt áll fönn a legjobban, de akik eljönnek, azok szerintem magukba ezt a dolgot helyre tették, rendbe tették. Nyilván látják a rendelőben a megfelelő egészségügyi előírások betartását, és mindenki teljesen nyugodt és szépen csinálja a dolgát. Igen, én annyiban még kiegészíteném, hogy írásos kommunikációban, meg felsorolás szintjén már én sem nagyon szorgalmaznám ezt, viszont azért sok leendő páciens, és itt, hogyha új páciensek szerzéséről van szó, akkor ugye ez fizikailag nagyon nehéz elképzelni, hogy tényleg hogy alakult át egy rendelő, már pedig átalakult a belső működés, és ez valószínűleg azért egy ideig még így lesz. Amit láttunk tök jó példákat, az mindenképpen az, hogyha képi világban vagy videóban egy kis élethelyzetet, ilyen kis lifestyle képeket, helyzetjelentést bemutatni, az mindenképpen tök jó működhet, akár egy hirdetési kreatívként, akár tartalmakként az online felületeken, úgyhogy ilyen szinten még szerintem van tere az edukációnak, de ugye ezt nem kell megemlíteni, ez csak ott van egy kép vagy videó formájában, és mellette a szöveg az pedig már nem is érinti ezt, vagy külön nem erre irányult. Akkor most lenne egy utolsó kérdésem, ami egy nagyon szigorú szakmai kérdés, és most én leszek a fogorvos, rendben, vagy a rendelőnek a tulajdonosa. A következő a problémám. A mindenféle szabályzók miatt, meg az aeroszol képződés miatt drámaian megnövekedett annak a költsége, hogy hogyan tudom működtetni a rendelőt. Ugye fertőtleníteni kell, védőöltözetet kell, plexi kell, rengeteg dolgot kellett befektetnem, illetve a kezelések során is megnövekedett a kezelésenkénti költség. Ezt nekem muszáj érvényesíteni a páciensen, nincs mese, eddig is így volt, hogyha valamiből valami többe került, akkor a páciens fizette meg. Hogyan kommunikáljam? Hogyan mondjam azt a páciensnek, hogy figyelj, ami eddig 100 egységbe került, az mondjuk 120 egységbe kerül holnaptól. Mi erre a jó megoldás? Akkor szembesítsem be a pácienst ezzel a költségnövekedéssel, amikor már ott van és árajánlatot kap, vagy ezt kezdjem el már most kommunikálni jól előre, hogy bizony az árak emiatt kellett, hogy emelkedjenek. Egy külföldi példát hadd mondjak, egy fogorvos mesélte nem olyan régen, hogy náluk egy új sor jelent meg a mostantól az árlistán, pedig most nem tudom pontosan a magyar megfelelőjét, de azt mondom, hogy infekciókontrollra fordítható, és ez egy új tétel, amit mindenkivel ki kell fizetni. Szóval mi a jó kommunikáció, hogyan csináljam? Erika? Hát erre egy végtelen hosszú válaszom lenne, úgyhogy abban most bele se kezdek, mert ez egy következő beszélgetésnek lehetne a témája, ami ugye az én fő területem. Tehát, hogyha pénzügyileg a rendelők úgy működnének, és olyan előrelátóan gondolkodnának, mint ahogy azt kellene, és hogy én ezt mindig javaslom, akkor nem is jutnánk oda, hogy ez a kérdés felmerüljön, mert szerintem ez simán bele kellene, hogy férjen ebben az átmeneti időszakban. Az utólagos kommunikációt azt semmiképpen nem javaslom. Én mindig az egyenes és előre történő kommunikációnak voltam a híve. Szerintem ez megint egy hitelvesztés, amikor ott ül, odaadom a kezébe a kezelési tervet, és mondom, hogy ja, bocs, de még egy tízesit rájön, mert egyébként szkafanderbe kell öltözzünk itt a járvány miatt. Én azt gondolom, hogy ezt előre kell valamilyen formában közölni a páciensekkel. Ennek az összegét minimalizálni. Én megmondom őszintén, hogy azok a rendelők, akikkel én kapcsolatban vagyok, azok nem nagyon alkalmazzák most ezt a tételt még. Nyilván most mindenki az újranyitás bűvöletében van, és alig várták, hogy bevételük legyen. Persze új költségek merülnek föl, és valóban így egy kicsit időben is, energiában is, és pénzben is többe kerül egy adott páciens kezelése, mint korábban, de ezt nagyon sokan bevállalják most jelen pillanatban. És mondom, tehát hogyha megfelelően működnének azon pénzügyi keretek között a rendelők, ahogy kellene, és megfelelő rendet tartanának ebben a rendszerben, akkor ennek a kérdésnek most szerintem nem is kellene felmerülnie bennünk. Igen, én maximálisan egyetértek mindennel. Szerintem is abszolút őszintének kell lenni, és ebből nem kéne, hogy nagyon sokan ugye feszengenek ettől, meg félnek kommunikálni. Ugye itt van is tényleg rengetegen, úgymond ezt a költséget, hát benyalják, aztán egy-két olyan rendelőt látok, aki nyíltan kommunikált, és ott van az, amit te is mondtál, hogy egy plusz tételben ott van, direkten őszintén kommunikálják, nyilván mindenki megért, hogy ez egy nehéz helyzet, és semmi probléma nincs belőle. Én amúgy ezt szorgalmaznám, tehát egy ilyen költséget szerintem mindenképpen érdemes lenne egy új tételben, mert a rendelő tényleg csak magát szivatja ezzel meg, és
nem kéne szerintem ettől félni, vagy a rendelő szempontjából a problémát csinálni, hogy nem merjük elkérni ezt a plusz 5-10 ezer forintot. Én mindenképpen javasolnám, hogy ezt tegyék meg. Akkor egy záró kérdésem lenne, egy jövőképet kérek szépen. Itt vagyunk most ennek a járványnak a, hát a fene se tudja, hogy melyik szakaszában, mert ugye bizonyos szempontból a végén, lehet, hogy egy következő hullám előtt, szóval nem tudjuk. Mi a jövőkép? Hogyan fog a magyar fogászati széna kilépni ebből? És ha mondjuk egy év múlva beszélgetünk, akkor mi lesz a legjobb tanulság, amit hazavihetünk ebből? És akkor nyilván nézzük meg praxismenedzsment szempontból, pénzügyi szempontból, hiszen Erika valószínűleg inkább erre fog válaszolni, Gergőt pedig inkább azt kell, hogy marketing szempontból közelítse meg. Erika? Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy óriási átrendeződés fog történni az elkövetkezendő egy év folyamán. Én egyébként ezt évek óta mondom, és akkor még a vírusnak se híre, se hangva nem volt. A beszélgetés elején említetted a korosztályt, ugye, hogy ki a magyar fogászatban azért milyen korosztályból találhatunk meg orvosokat. Nagyon sokan ki fognak esni szerintem az elkövetkezendő időszakban. Mind a szabályozásoknak, mindennek a járvány körüli C2-nak köszönhetően egyszerűen belefáradnak. Látok olyan hirdetést, pont most néztem valamelyik nap a dentálapon, ahol ilyen címszó alatt emiatt hirdetnek rendelőt, tehát most eladóvá válik rendelő. Úgyhogy egyrészt kiesik egy ilyen korosztály, ahol felszabadul egyébként egy nagy pácientúra, ami új lehetőséget ad azoknak a fiatal fogorvosoknak, akik most az elmúlt egy-két évben indították az egy-két-három székes rendelőjüket, hogy új pácienseket szerezzenek. A másik dolog pedig, amiben én személy szerint nagyon-nagyon bízom, hogy ez egyszer elkövetkezik, hogy tényleg egy felelős pénzügyi magatartást kezdünk el követni ezen a szakterületen is. Tudom, hogy ez nem egyszerű, tényleg újabbnál újabb szabályozások jönnek, akár ESZT, akár online számlázás, beszélhetünk itt egészségügyi előírásoktól kezdve mindenről, és tudom, hogy ez nagyon nehéz és megterhelő egy-egy rendelőnek, de mindennek az alapja a pénzügyi stabilitás, amiből egyébként most a beszélgetés alatt említett marketinget is finanszíroznia kell, akár adott esetben egy ilyen helyzetben is, amikor mondjuk nem tud kinyitni, és ténylegesen bevétele nincs. Én nagyon bízom, hogy ebbe az irányba fogunk elmenni, és e felé terelődik a dolog. Erre optimizmusra ad okot, hogy a fiatalok ugye egyre jobban lehetőséget kapnak, és előtérbe kerülnek ugye az előbb említett idősek kiszállónk a Berkeley-ből dolga miatt, és a fiatalabbaknál azért már látható ez a felelősebb gondolkodás. Eleve az online rendszerek használata, ami az idősebbeknél ugye eleve probléma volt, tehát egy Excel táblát sem hajlandóak mondjuk használni, és megnyitni, és kattingatni benne. Úgyhogy én nagyon bízom, hogy ebbe az irányba fogunk elmenni a jövőben. Igen, marketing szempontból szintén ehhez kapcsolódóan én nagyon remélem, hogy sokkal tudatosabban fognak kommunikálni a fogászati rendelők, és számomra, ami a legnagyobb öröm lenne, hogyha végre nem költségként tekintenének a marketingre, hanem befektetésként, és szerintem, amit Erika mondott, a pénzügyi tudatossághoz ez is hozzájárul, mert be kell látni, hogy 5-10 év múlva az eddig klasszikus mondjuk szájhagyomány, az abszolút át fog menni az online szájhagyományra idézőjelben. Külföldön például a reputáció management az most egy nagyon forró téma, és az szépen kezd itthonra is beszivárogni, aminek pont az a lényege, hogy ami működött 20-30 éve szájhagyomány útján, és csak úgy szállingóztak a paciensek, szerintem az nagyon meg fog szűnni, azért nagy a verseny, főleg Budapesten, a rendelők tekintetében, és tényleg azt remélem, hogy befektetésként fognak eltekinteni, fognak merni marketingezni és hirdetni, és nyilván meg fog térülni, hogyha jól csinálja az ember. Köszönöm a válaszokat, meg azt is, hogy rendelkezésemre álltatok. A COVID-19 egy bűvös szó lesz az elkövetkező 10 évben. Sokszor fogunk hivatkozni rá, hogy valami azért változott, mert itt volt velünk a koronavírus járvány. Hát remélem, hogy a mostani beszélgetésből sokak azt tudták leszűrni, hogy akár jól is változhatnak a dolgok. Ebben volt segítségemre Rusz Gergely, a Grow Your Practice tulajdonosa, és Korba Erika, a praxis menedzser. És hát rengeteg dolgot hallottunk, hogy mit érdemes csinálni, mit nem érdemes csinálni. Azt javaslom, hogy időnként tekerjék vissza ezt a beszélgetést, majd a felvételt nézegetik, hogy mi az, amit esetleg érdemes ebből önöknek a saját praxisukban magukévá tenni. Köszönjük a figyelmet, ez a Dentál Hírek, dentál.hu külön kiadás.
adása volt, élőben a Facebookon, felvételről pedig a YouTube-on. Ne felejtsenek el bekövetni, lájkolni és feliratkozni, hogy értesüljenek a következő beszélgetésről. Köszönöm beszélgetőtársaimnak, Erikának és Gergőnek, viszontlátásra! A műsor támogatója az Alpha Biotech implantátumok kizárólagos hazai képviselője, az Alpha Implant Kft.